Sok szeretettel köszöntök mindenkit, kedves kollégák, itt a mai webináriumon, amely tulajdonképpen egy sorozatnak a immár harmadik epizódja, amikor is a digitális munkarend iskolai tapasztalatairól beszélgetünk, és olyan pedagógusokat, korábban még iskolavezetőket is hívunk meg, akik érdekes, fontos tapasztalatokkal tudnak szolgálni számunkra, és általában eddig is olyan kollégákat kerestünk meg, akiket talán váratlanul ért a digitális munkarend bevezetése, de készületlenül semmiképpen. Ma este is így van ez, két digitális pedagógust, a szakmában jól ismert digitális pedagógussal fogunk ma beszélgetni, és bemutatom őket így mindjárt az elején. Az egyikük Hipik Angéla, aki a Budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kollégium tanára, és a másikuk pedig Zsigó Zsolt, aki a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium tanára többek között. És engem Főző Attilának hívnak, és én a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa vagyok, és az a közös bennem és a vendégeink között, hogy van a fizika iránti érdeklődésünk és erős szakbeli kötődésünk, hogy mondjam, közös tulajdonképpen. Kezdjük is azzal, hogy mondjátok el azt, hogy indult ez nálatok, ez a digitális munkarend, és mi az a rendszer, ami mellett letettétek a voksot. Egységes rendszer van-e, mindenki ugyanazt használja-e az iskolán belül, tehát amikor a távtanítás elkezdődött, akkor hogyan alakult ki az a megoldás, amit használtok? Talán Angélával kezdjük. Jó, hát akkor elmondom, hogy mi mit is csináltunk, hogyan kezdtünk hozzá. Ugye pénteken, vagy hát már csütörtökön bejelentették, hogy hétfőtől nem tudunk iskolába menni, gyerekekkel találkozni, otthonról kell megoldani a problémát. Hát én úgy éreztem, hogy megszólítva vagyok, mert hogy az iskolámban én vagyok tulajdonképpen egy ilyen IKT koordinátor, illetve a megújító mesterpedagógusi munkámban azt vállaltam, hogy az iskola digitális fejlődését megpróbálom elősegíteni. Hát most ezt meg is tehettem, úgyhogy akkor hétvégén kolléganőmmel, Kis Máriával nagyon buzgón neki kezdtünk az ötletek összegyűjtésében, mert hogy a kollégáknak ötleteket kellett hétfő adnunk. Mi hétfő bementünk az iskolába, és akkorra már egy nagyon jól összeállított hát ötlettárral rendelkeztünk. Mi ezt már elkezdtük előbb, hisz negyedik éve tanítok itt az iskolában, és elindultunk a digitális iskolává válásnak az útján. Rengeteg workshopot tartottunk, belsőt, külsőt, úgyhogy a kollégák már nagyon számítottak ránk hétfő is. A rendszer, amit jónak véltünk, az a Classroom rendszere volt, mert olyat kerestünk, ami ingyenes, könnyen megtanulható a kezelése, mert a kollégák zöme nem igazán ismert ilyen menedzsment rendszert. Van ugyan az iskolában egy Moodle rendszer, de a hétvégén, mikor kipróbáltam, hogy oda anyagokat tegyek föl, egyszerűen nem tartottam megfelelőnek. Nagyon lassú volt, és annak a kezelő felülete egy kicsit, hát talán nehezebben elsajátítható, mint a Classroom.
Úgyhogy ezzel a menedzsment rendszerrel ismertettem meg a kollégákat, illetve úgy gondolom, hogy szükség van a személyes jelenlétre is, tehát kerestünk közben kolléganőmmel olyan felületet is, ahol online órákat tudunk tartani a gyerekeknek. Attila ugyan már említette, hogy neki negatív tapasztalatai voltak a Zoom-mal kapcsolatosan, de mi akkor még ezeket a negatívumokat nem tapasztaltuk, és hát ezt a rendszert javasoltuk a kollégáknak. Persze mondtuk a további lehetőségeket, a YouTube élő videót, és a többit is, amit már a kollégák a webináriumokon bemutattak. Mindegyiknek előnyét, hátrányát megpróbáltuk elmondani a kollégáknak, és hát bemutatni azt a kezelő felületet, amivel rendelkeznek, és aztán úgy döntöttünk, hogy egységesen a Classroom mellett tesszük le a voksunkat, bár ugye mi nagyon sokféle intézmény vagyunk, az általános iskolában főként az alsó évfolyamon tanítónénik, azok nehezményezték a dolgot, és ők úgy gondolták, hogy ők elindulnak csak a levelezés útján. Hát a második héten már kiderült, hogy ez nem igazán jól működik. A szülők és a gyerekek is igényelték azt, hogy online felületen találkozzanak nap mint nap, és akkor a kollégák újból jelentkeztek nálam, hogy mégiscsak megismernék a felületet, és megtanulnák ennek a kezelését. A hétfő azzal telt, hogy hát ilyen gyors talpalót tartottunk a kollégáknak, hogy az első héten ilyen próba időszakkal induljunk. És tulajdonképpen a második héten indult meg nálunk az igazi munka. Talán akkor most át is adom Zsoltnak a szót. Köszönöm. Tehát akkor itt a Google tanterem mellett döntöttetek. Még egy kérdésem van, hogy a teljes iskolára vonatkozó szolgáltatás, a G Suite mellett döntöttetek, vagy pedig ilyen egyéni felhasználóként használtátok, vagy használjátok a Google Tanterem? Sajnos az egyéni felhasználóval kellett elindulnunk, mert hogy nem rendelkeztünk iskolai rendszerrel. A héten beszéltem a vezetőséggel, és mondtam el ezt a lehetőséget. Én már hosszú idők óta rendszergazdával hát beszélgetek, és megpróbáltam ezt kisajtolni, de sajnos nem tudtam, és a hétvégén jó magam próbálkoztam vele, és nem igazán tudtam a regisztrációt elindítani. Most már láttam olyan felületet, ahol tájékoztatnak bennünket, hogy segítséget nyújtanak az iskoláknak a regisztrációjához, ezért mertem fordulni a vezetőséghez, és meg is kaptam a választ, hogy a rendszergazdának utasításba adták, tehát reményeink szerint ezt a rendszert majd fogjuk tudni a későbbiek folyamán használni. Köszönöm. Zsolt, parancsolj, tiéd a szó. Vidéken vagyunk, Nyíregyházán, és a diákjaink jó része, ők bejárósok, kollégisták, úgyhogy nálunk itt az infrastruktúra az, ami inkább gondot okoz. Az iskolánk már az elmúlt évben a Microsoft Innovatív Iskola programjának részese volt, és el is kezdtük a felkészülést a Teams bevezetésére, és ugye ez a szituáció, ez azt eredményezte, hogy ezt fel kellett gyorsítani. Nálunk közel 1000 diák van, és egy 100 fős tantestület, úgyhogy ennek a komplet adminisztrációját másfél hét alatt sikerül megcsinálni. Egyedi azonosítókat kaptak mindenki, és mostanra már el is foglalta a helyét mindenki a saját osztályába, a saját csoportjába. Szerintem ez a része, ez jól zajlott le. Én látom a gyerekeim iskolájában azt, ahol ilyen vegyes rendszert használnak, hogy ez nagyon
a saját gyerekeimmel, ez nagyon megterhelő, mert egyik órán Discordot kell használni, a másikon Teams-et, a harmadikon Google Classroom-et, és ez egy kicsit gondot okoz. Mondtam, hogy nálunk az infrastruktúra oldala az az, ami nehezebb. Sokat beszéltünk már arról, hogy a gyerekeket, akik állítólag a digitális eszközöket kiválóan tudják használni, azokat nekünk most közben kell megtanítani az eszközök használatára. Ez egy nagyon furcsa helyzet, de hát ezen most akkor szépen túl kell esnünk. Olyan szituációkat próbáljatok elképzelni, hogy van egy fiatalember otthon, egy mondjuk harmadik generációs telefonnal, tehát nem is a legújabb okos telefonja van, és van hozzá egy gigás mobilnetje, és kész. Tehát semmiféle más eszköz nincs otthon, úgyhogy tőle világos, hogy amit elvárhatunk, az viszonylag minimális. Megpróbáltunk ebben lépni, és a tanuljagépemen.org nevű kis szervezettel sikerült felvennünk a kapcsolatot, aki próbálja azt elérni, hogy a nagy cégek által már nem használt informatikai eszközök olyanok, hogy jussanak el, akiknek erre szüksége van. Így kaptunk is 25 számítógépet monitorral, és utána szembesültünk azzal a gonddal, hogy ezek a gépek, ezek szinte csak vas, mert hogy most azon megy a tanakodás, hogy vajon operációs rendszer az milyen kerüljön rá. Ugye ez egy nagyon érdekes helyzet, mert vagy azt próbáljuk, hogy a diáknak odaadjuk, és akkor ő tesz fel valamit rá, vagy pedig nem tudom, hogy mi itt a helyes megoldás. Elvileg a tiszta szoftver program az még működik, de én úgy hallottam, hogy nagyon nem reagálnak semmilyen megkeresésre. Úgyhogy nálunk megtörtént egy ilyen tudatos átállás, az intézmény vezetése az szerintem hamar eldöntötte, sőt, már mivel részvevő voltunk ennek a Microsoftos programnak, már az is látszott, hogy milyen irányt fogunk választani, de most ez a folyamat az nagyon felgyorsult. És szerintem most már ott tartunk, hogy meg kell tanulnunk az eszközök használatát a hétköznapi valóságban is. Köszönöm szépen, hát nagyon fontos dolgok hangoztak el, majd még erről biztosan fogunk beszélni. Az a kérdésem, hogy mi mellett döntöttetek? Ugyanúgy tartjátok a foglalkozásokat, órákat, mint eddig, tehát mondjuk megtartottátok-e az órarendet mondjuk, vagy speciális menetrend van, és bizonyos órák mennek online, bizonyosak nem. Hogyan dolgoztatok, vagy hogyan alakítottátok ki ezt a otthoni távtanítási helyzetet? Tudat alatt azért mindenkiben ott motoszkált az, hogy érettség előbb-utóbb lesz, úgyhogy az érettségi tantárgyak azok, amelyek nagyobb súlyt kapnak, és a többi tantárgy az nem feltétlenül kap ilyen élő kontakt órára bejelentkezési lehetőséget. Furcsa, mert a műszaki iskolában a fizika szerintem stratégiai tárgy kellene, hogy legyen. Ennek ellenére ugye régebben kötelező érettségi tárgy volt, most már nem az, úgyhogy én ilyen munkalapokkal próbálom ezt a helyzetet áthidalni, hogy kapnak munkalapokat, mondjuk egy ilyen fetes szimulációhoz, és akkor azokat kell visszaküldeniük. Hát valami ilyen furcsa helyzet, amire nehéz volt rögtön felkészülni, de egy ilyen áthidaló megoldást, úgy gondolom, hogy ez jól használható. Ami szerintem nagy gondot okoz a kollégáimnak, és szerintem az ország tanárainak jó részének, az a számonkérés lesz.
azt nehéz lesz átültetni az 1-től 5-ig skálára, amit itt mi tapasztalunk. Erről majd még mindjárt beszélünk, mert ez tényleg egy nagyon fontos. Nálatok, Angéla, hogyan van ez? Nálunk egy speciális órarend készült erre a tanítási módszerre. Nagyon oda kellett figyelni, hogy ugye általános iskola és gimnázium is vagyunk, és nagyon sok családnál 2-3 diák is van, aki a mi iskolánk diákja. Tehát úgy kellett kialakítani, hogy ne essen a gimnáziumi óra egy általános iskolás órájával egy időbe, hogy meg tudják otthon oldani az eszközöket a családok. Amellett döntött a vezetőség, hogy hétfő, szerdán és csütörtökön az általános iskolának vannak órái, ők is egy speciális órarendet kaptak, a gimnáziumnak pedig kedden, csütörtökön és pénteken. És így egy kicsit azt át tudtuk hidalni, hogy ne okozzunk a családoknak túl nagy terhet azzal, hogy ha a kicsinek órája van, akkor a nagy nem tud részt venni benne. És ahogy Zsolt mondta, mi is az érettségi tantárgyakra tettük a hangsúlyt gimnáziumban, tehát a többi tantárgynak az óráját egy picit összeszorítottuk. Én ennek érzem is a hátrányát, mert például az informatika tantárgy az összekerült mondjuk egy kémiával, és hogyha a kolléganő akkor órát szeretne tartani, akkor ugye én nem tudok. Tehát nagyon meg kell gondolnunk, hogy mit is szeretnénk csinálni egyik vagy másik héten. Én ezeknél az óráknál inkább a projekt munkát preferálom, és akkor nem szükséges, hogy a kolléganő és én egy időben hát tulajdonképpen osztozzunk a diákokon. Vannak-e valamifajta szabályok, elláttátok-e a gyerekeket valamely útmutatóval, hogy hogyan kell most akkor itt tanulni, részt venni? Gondolok itt arra, hogy mi a helyzet, van-e ilyen élő jelenlét, látszanak-e a gyerekek, látszódnak-e, vagy pedig mi történik mondjuk a hiányzások kezelésével? Talán Angéla kezdte, és aztán Zsolt. Jó. Hát bevallom őszintén, hogy mi az elején ezekre nem gondoltunk. Tehát olyan hirtelen jött számunkra az egész, hogy az első napokban örültünk, hogy a rendszer felállt, és a kollégák elkezdték a munkát, összegyűjtötték a diákoknak az e-mail címeit, ugye a kicsiknél a szülőkön keresztül történt mindez, és a második héten már bizony látszódott az, hogy vannak olyan diákok, akik hát most vagy elfelejtették, vagy nem akarták, vagy bármilyen okuk lehetett arra, hogy nem vették föl a kapcsolatot tanáraikkal a tantermen keresztül. És mivel mi minden héten tartunk tanári konzultációt, hát nevezzük webináriumnak, ugye az első, második ilyenen ezek már kiderültek, ezek a hát szabály kívánó dolgok, és akkor gondolkodtunk el rajta, hogy hogyan kell mindezt szabályozni, és az igazgatónő összegyűjtötte mindezt, és akkor küldtük ki a diákoknak és szülőknek is ezeket a hát pici szabályokat. Nagyon nem szabályoztunk mindent, mert én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak így is a családok. Tehát azt gondolom, hogy diákcentrikus iskola vagyunk, viszont hogyha nem vesz részt a diák az órákon, akkor azonnal a szülőt értesítjük, és az elmúlt óráknak az anyagát számon kérjük
rajta. De azóta azt hiszem, hogy mindenki csatlakozott. Persze mindig vannak, hát a gimnazisták, ugye diákok, mi is voltunk diákok, akik kihasználják a helyzetet, de mi mindenképp megértően állunk a helyzethez. Köszönöm szépen. Zsolt? Nem olyan egyszerű, hogyha sok olyan, vagy vannak olyan diákok, akiknek a szabály követése az nem egy precíz. Tehát voltak olyan diákok, akiket telefonon kellett megkeresni a családot, hogy próbáljanak, hogy csatlakozzanak ők is. Ez pontosan azt akarom ezzel, hogy ezt a részét is tanulnunk kell, hogy hogyan lehet egy ilyen munkarendet egyáltalán napi rutinná tenni. Én úgy gondolom, és ezt azért is próbálom picit más szemszögben mondani, mert közben nekem 3 gyerekem van itthon, aki itthonról közben iskolába jár, és látszik az, hogy ha nem próbál kialakítani mindenki egy ilyen viszonylag szigorú napi rendet magának, akkor nagyon könnyen el lehet csúszni a tennivalókkal. Időnként szerintem az is gondot okoz, amikor a diáknak valami olyan munkát adunk, ami számára nem érdekes, vagy sőt, inkább azt érzi, hogy ez egy teljesen felesleges dolog. Mondjuk én láttam olyan feladatot, hogy egy PDF-be megkapnak egy vázlatot, és másolják le a füzetbe, és fotózzák le, és küldjék ezt vissza. Tehát valószínűleg az ilyen típusú feladatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekeknek a munkakedve és az, hogy értékes munkát végeznek, ez az érzés, ez segítse őket abba, hogy ezt a napi rendet, a napi rutint ezt tudják tartani. Úgyhogy ebben voltak gondjaink, néhány diákot ezt meg kellett keresni a szülők segítségét kérve, ez nem egyszerű. Köszönöm. Itt ugye említetted, hogy vannak olyan diákok, akiknek az otthoni körülményei nem nagyon teszik lehetővé azt, hogy bekapcsolódjanak. Azt mondtad, hogy próbáltok eszközt biztosítani számukra. Eddig hogy oldottátok ezt meg? Tehát, hogy kapnak, vagy van valami tananyag, amit elérhetnek, vagy hogyan, vagy ők valami külön módszerrel? Szerintem az, hogy telefonon van internet, az mindenkinek megvan. Tehát olyat nem tapasztaltunk, hogy digitális formában nem érhető el. Az, hogy van-e olyan, hogy számítógépe van-e, vagy egy laptopja, inkább ez jelenti a mondat. Ugye a telefonos alkalmazásokkal is sok mindent meg lehet csinálni. Én már láttam szövegszerkesztést is telefonon, szóval, hogy mi az iskolában szinte az összes mozdítható eszközt, ezt kiosztottuk a diákoknak, tehát azok a tantervek, amelyekben laptopok voltak, azok most üresek, és akkor ehhez kaptuk most ezt a 25 gépet, amit szintén ki fogunk osztani. Most még folyik egyelőre a technikai ellenőrzése, mert azért ezek... Gondolom a cégeknek van egy csomó adatbiztonsági kérdés, amit meg kell oldani, amikor egy gépet kivesznek a napi munkarendből, és most ezt ki kell találni, hogy lehet úgy megoldani, hogy ezek jók legyenek. És nagyon praktikus problémák szoktak itt fellépni. Ugye, ha asztali gépet kapunk, ahhoz az általában kell valami kábel is, és amikor megkérdeztük a gyerekeket, hogy van-e otthon kábel, azt mondta, persze, aztán utána másnap telefonálta, hogy ez a hálózati kábel, az természetesen nincs. Hát, számukra ez ilyen teljesen őskorszaki dolog, hogyha nem wifi, tehát nem drót nélkül van a világháló. Úgyhogy ilyen apró gondjaink vannak.
amikre itt folyamatosan keresni kell a megoldást. Angéla, nálatok volt-e hasonló helyzet? Nálunk is van hasonló. Gimnáziumban nagyon sokszor azt mondja egy-két diák, hogy csak a telefonján tud dolgozni, mert a laptop az a szülőnél van, vagy a testvérnél. Ugye a mi fenntartónk a szlovák önkormányzat, az országos szlovák önkormányzat, ő próbált meg segíteni, de a végén kiderült, hogy neki sincs elég, tehát ami volt, azt ideadta, mi is az iskolából kiadtuk, csak az volt a gond, hogy nálunk még a tanároknak is ki kellett adni a laptopokat, mert hogy nem rendelkeztek, tehát mindenki nem rendelkezett megfelelő számítógéppel. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy tulajdonképpen minden diák tud valamilyen úton, módon, ha nem is teljes értékű, de bizonyos százalékban elfogadható értékű munkát beadni az iskolai órákon. Köszönöm szépen. Esetleg szülőkkel volt-e valamilyen kapcsolatfelvétel, gondolok itt esetleg a kisebb diákoknál, hogy hogyan lesz itt a munka, illetve az érdekelne, hogy hogyan történik az iskolán belül a tanárok közötti kommunikáció, tehát gondolom, hogy segítitek a kollégákat, és hát ennek van-e valami kialakult rendszere vagy hagyománya, hogy hogyan megy, hogy azok, akik már jobban mozognak ebben a világban, tudnak segíteni azoknak, akik nem annyira tapasztaltak. Hát akkor, mivel ugye mondtad, hogy a kisebbeknél főként azoknál valóban ott szükség volt a szülővel való kapcsolattartás. Egyrészt azért, hogy megfelelő e-mail címekkel rendelkezzenek, ugye mivel nincs egy teljes iskolai rendszerünk, ahogy mondtam az elején, tehát mindenképpen, illetve a be nem csatlakozott diákoknak a megkeresése is történt, és az ő visszajelzéseik alapján derült ki az is, hogy számukra nagyon is fontos, tehát a szülő számára is fontos, hogy kontaktórák is legyenek a gyerekek számára, és ez volt talán az az utolsó kis löket, ami arra biztatta kollégáimat, azokat is, akik nem egészen a digitális világ szülöttei, hogy ők is megtanulják ezeknek a felületeknek a kezelését. És hát, hogy hogyan segítettük? Hétfő reggeltől egészen késő délutánig, sőt estig, mert este mentem haza, ilyen bizonyos turnusokban próbáltuk a kollégáknak a felületet bemutatni. Természetesen, mint ahogy mindenki érzi, hogy mi is, akik jártasak vagyunk ezeknek a platformoknak a kezelésében, mi is tanuljuk ezeknek a kezelését, és a különböző funkcióinak a felhasználását, mert hát ugye nem mindent használtunk nap, mint nap. Ezeket én úgy próbálom átadni, hogy mindenféle felületen, hát tulajdonképpen alkalmazási lehetőségeket mutatok be nekik, mondjuk a Canva felületén, vagy a blogom felületén, és ezekre fölhívom a figyelmüket, megosztom velük, van tanári csoportunk, és ebben a csoportban, illetve a tanároknak is van egy tanterme, ahol tudjuk ezeket a kommunikációs dolgokat hát tulajdonképpen elvégezni, de nem volt elég természetesen az a gyors talpaló, azóta is folyamatosan jönnek a kollégák, és ahogy említettem, minden héten találkozunk is az online térben, tehát ott mindig kiderül, és fölteszik a kérdéseiket, és megpróbálok válaszolni.
és megoldást találni. Tegnap például volt egy olyan probléma, hogy a kolléganő a laptopján ugyan a Zoomot el tudta indítani, tudott is online órát tartani, de egyszerűen nem tudta, a képernyőt még meg is osztotta, de nem tudott vele dolgozni, tehát a fehér táblát például nem tudta használni, vagy nem tudott írni a képernyőjére, és hát ilyenkor elindul itthon a munka, és párom az, aki segít ebben, kipróbáljuk, hogy vajon mi is lehet a hiba, és hát megpróbáljuk orvosolni. Tehát segítünk természetesen egymásnak. Csak ez nagyon fárasztó, mert sok fórumon, vagy sok irányban kell teljesíteni, tehát ugye a diákok felé, a tanárok felé, és gyakorlatilag majdhogy nem 0-24-ben csináljuk a dolgunkat. Hát azt gondolom, hogy ezzel nem vagytok egyedül, itt most nagyon sok tanár nagyon keményen dolgozik, nem mintha azelőtt nem lett volna igen, nagyon kemény munka a tanítás. Így van. Zsolt? A Teams-be készült egy tesztosztály, ahol mielőtt elkezdett dolgozni a kollega a saját csoportjaival, hogy kipróbálhatta, hogy hogyan lehet felvenni diákokat, hogy lehet feladatot kiosztani, hogy lehet a feladatokat értékelni. Úgyhogy ez egy ilyen tudatos segítség volt. Nálunk azért nagyon sok autonóm személyiség van a tantestületben, tehát nagyon, hogy is mondjam, a végső esetben szoktak segítségért fordulni, vagy segítséget kérni, mert megpróbálják magukba végigverekedni a kudarcokkal együtt természetesen a megoldáskeresést. Én azt gondolom, hogy itt nem csak a diákoknak nehéz, hanem egy tantestületnek is nehéz. Szerintem ez alatt a néhány hónap alatt mindenki meg fogja tapasztalni, hogy azokat a hagyományos órákat, amiket mi gondoltunk, meg tartottunk is, azt itt valószínűleg nem lehet sokáig csinálni. De ez olyan, mint gondolom a kisgyerekek tanulási folyamata, hogy lehet, hogy ezt meg kell tapasztalni akár többször is, és akkor kezdi el az ember majd a változásokat, vagy a változtatásokat. Ilyen kis csoportokban néhány ember beszélget az esetleges problémákról, nálunk ilyen nagy, van ugyan egy ilyen Teams-ben egy tanári szoba, de abban nem nagy zajlongás, nincs nagy zajlongás. Inkább ilyen kisebb csoportokban, főleg az azonos szakos kollégák szokták megbeszélni ezeket a aktuális problémákat, és a másik, hogy én azon is elgondolkodtam, hogy vajon azokkal a kollégákkal mi van, akik eddig is, és ezután is elutasítják az okos eszközök használatát. Ilyenek is vannak, de azért azt mondja, hogy mondjuk nincs okos telefonja, és nem is használ számítógépet sem. Erre a helyzetre nem is tudom, hogy van-e megoldás, vagy milyen jó megoldás. Azért azt engedjétek meg, hogy én is elmondjam, hogy nálunk is azért a végső esetben fordulnak hozzám, mert mindig mondják, hogy nem akarnak terhelni vele, tehát szuperül csinálják és próbálkoznak, úgyhogy le a kalappal előttük. Ez egy fontos kérdés, hogy ugye a digitális munkarend bevezetésével most hirtelen sokan kezdtek el technológiával segített módon tanítani, de azért azt gondolom, hogy az idő és energia, amit azok a tanárok ebbe a témába befektettek, hogy évekig jártak konferenciákra, képzésekre, saját maguk képezték magukat, hát az ugye az most meglátszik, azok a tanárok tudtak váltani, azok a tanárok tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel. Néhány hét alatt biztos, hogy nem lehet
hát olyan Jedivé válni, amilyenek ti is vagytok, de valószínűleg nem is baj, hiszen el kell kezdeni ezt a folyamatot. Most a valószínűleg az a távtanításban az analóg megoldások valószínűleg nem nagyon működnek, én úgy gondolom. Itt a chatben vannak még ötletek és jó tapasztalatok, tehát itt egy kolléganő írta, hogy ők YouTube videókat küldtek ki a tanulóknak, illetve hogy a közösségi oldalát az iskolának is használták arra, hogy ilyen nyilvános útmutatókat használjan, vagy ismertessenek a szülőkkel, gyerekekkel. De nézzük meg, hogy az egyik legnehezebb területe hogyan történik a tanításnak. Ez egy olyan terület, ami békeidőben is elég problémás és nehéz, ez pedig az értékelés. És Zsolt már utalt is rá, hogyan történik most az értékelés, átalakult-e más feladatok, más számonkérési módok, vagy más megoldások vannak-e, illetve hogyan lesznek ezekből a munkák, ebből a munkából hogyan lesznek évvégi jegyek? Hát ez valóban nehéz kérdés, és tulajdonképpen erről beszélgettünk is most a legutóbbi tanári webinárium során. A Zöme pedagógusainknak pontozza ezeket a beadott dokumentumokat, és a pontokat próbálja meg átváltani valahogy jegyekre. Most én azt gondolom, hogy ez a pontozás, meg a végén majd egy jegyet adunk. Körülbelül ilyen 2-3 hetes turnusokban teszik ezt meg a kollégák. Én is így teszem, tehát 2 hetente összegyűjtöm ezeket a pontokat, és átváltom jegyekre. Azért tartom ezt talán jó megoldásnak, mert hogy akár a Classroomon keresztül, de gondolom a többi ilyen menedzsment felületen is, van arra lehetőség, hogy ne csak szummatív értékelést tudjunk adni a gyerekeknek, hanem menet közben is segítsük, és visszajelzést adjunk nekik. Tehát akár ilyen kis jegyzeteket írunk oda a beadott munkára, vagy megjegyzéseket írunk, és visszaküldjük a diákoknak a munkát, és természetesen ez azt jelenti, hogy meghosszabbított időtartamot is kapnak, hogy kijavítsák és meg tudják tenni. És ahogy valamelyik résztvevő írta, hogy a közösségi oldalt használják, igen, kénytelenek vagyunk azt is használni, mert a leginkább azon érhetők el a gyerekek. Tehát ott is vannak csoportjaink, és hogyha valami olyan gond van, amit hirtelen meg kell oldani, akkor ezen keresztül is meg tudjuk tenni. Hát az évvégi jegyek az egy megint másik kérdés. Egyrészt azért, mert vajon ez alatt a pár hét alatt adott értékelések, azok ugyanazt érik, mint az előző hónapokban adott értékelések? Nem tudom, az egyelőre bennünket az érettségiző osztályunk sürget a legjobban, ugye őket csak hamar le kell zárni. Nincs még ilyen kialakult közös rendszerünk, már mint a tanári karnak, de beszélgetünk róla, és azt hiszem, hogy már maga az aktivitás, és hogy minden feladatot meg akar csinálni egy-egy diák, az talán arra a kérdésre, hogy ér-e annyit az a jegy vagy pont, amit az előző hónapokban csinált, azt hiszem, hogy inkább arra felé viszi el a hangsúlyt, hogy igen. Tehát tulajdonképpen ők is egy nagy munkát tesztenk le az asztalra, és hogy össze tudják hangolni az összes tárgyal, mondjuk az én matematika tárgyamat, vagy informatika tárgyamat, én azt gondolom, hogy az is egy nagyon nagy eredmény ezeknél a fiataloknál.
Tehát nem hiszem, hogy nem tudjuk megoldani, de ilyen tuti módszert nem tudok rá mondani. Mint ahogy arról beszéltünk, hogy a technológiában, a módszertanban is ennyi idő alatt nem lehet nagy változásokat eszközölni, pontosabban csak egy tanulási folyamat kezdődött el. Szerintem az értékelésnél is ugyanez a helyzet, ugyanis azok az intézmények, ahol eddig is használták a formatív értékelést, és nem úgy, hogy egy-egy tanár, hanem mondjuk a tantestület túlnyomó része, ott szerintem ez simán tovább vihető. Viszont ahol eddig is mindig érdemjegyet kaptak a gyerekek, azok most is elvárják, hogy érdemjegy legyen belőle. Mert nekik az kevés, hogy úgy de jól megcsináltad, és hogy ez mit kéne még javítani, ezeket a leírjuk neki, kell az érdemjegy, és a szülőnek is kell az érdemjegy. Úgyhogy én azt gondolom, ez lesz a nagyon hosszú folyamat, amíg ezt az értékelést átalakítjuk. Én azért is gondolom, hogy ez a 2-3 hetes vagy egy hónapos időszak egy jeggyel való lezárása az talán járható út, mert abban a nagyon kiugró, túl jó, bár nem tudom, hogy szabad érteni, vagy a túlra szeretnének, tehát hogy inkább kijöhet a valóság. Mire gondolok? Például lehet egy diáknak egy olyan szituáció, amikor ő mondjuk gyorsan egy Wikipedia szócikket még át se alakít, és ugye azt küldi be, biztos találkozott már mindenki ilyennel, hogy ezt a munkát, ezt ugye mire lehet értékelni. Vagy mikor klónozással egy feladat megoldásából egy fél csoportnak lesz, hogy hát, ha nem fogja elolvasni a tanár. Tehát ezeket a szituációkat is szerintem tanulnunk kell, és nem tudom, hogy még az értékelési rendszerbe ilyenkor mi a megoldás. Valószínűleg az, hogy újra kérjük, vagy javítást kérünk, és akkor már ez az egy hónapos terminus, ez már borulni is fog valószínűleg. Úgyhogy én ebben komoly kihívásokat látok, és hát valami jegyek fognak biztosan születni, amik vagy tükrözik a valóságot, vagy nem. De hát, hogyha őszinték szeretnénk lenni, akkor a békeidőben adott jegyekkel pontosan ugyanez van, vagy tükrözik a valóságot, ami ki tudja mi az, hogy valóság, vagy nem tükrözik. Szóval ez egy bonyolult kérdés. Valóban itt az fontos lenne, hogy a formatív értékelési formák talán több szerepet kapjanak, illetve itt egy kolléganő jelezte a chatben, hogy milyen jó lenne, hogyha a számonkérés szót az sokkal kevésbé használnánk, hanem sokkal inkább az értékelés lenne az a kifejezés, amit használunk, az talán közelebb áll, és talán másképp is tekint a diák-tanár-partneri viszonyra tulajdonképpen. Tapasztaltatok-e esetleg adatvédelemmel, vagy ilyen személyiségi jogokkal kapcsolatos problémákat, visszajelzéseket szülők vagy a gyerekek részéről, hiszen, vagy a tanárok részéről, hiszen itt az online órák esetében, hát én úgy szoktam mondani, hogy a tanteremnek nincsenek falai, csak ablakai, tehát a tanárt is bárki láthatja, és a diákot is bárki láthatja, illetve hát szoktak ilyen kérdések lenni, hogy olyan feladatok, amikor valamilyen videóban, vagy látványban meg kell jelenjen, vagy szeretnék a tanárok, ha megjelennének a gyerekek. Ugye a Google Classroom-nál is, a Teams-nél is felvetődik, hogy hány éves kortól megy ez a használat, és így tovább. Tehát most ebből a csomagból, hogyha valami tanulságos tapasztalatotok van, azt kérem, hogy mondjátok el. Közben a természet fényei
eltűntek Zsoltnál, úgyhogy ha valami mesterséges világítást tudsz kerekíteni, az segít. Parancsoljon, Géla! Szóval ugye ez békeidőben is gond, ahogy azt mondtad, ugye ezt mi mindig egy nyilatkozattal tudjuk megoldani, tehát hogyha beleegyezik a diák és a szülő, akkor ugye megjelenhet a diák akár a weboldalunkon, vagy a munkáját be tudjuk mutatni. Most is így történik mindez, tehát csak szülői a kicsiknél, a nagyobbaknál, ugye, akik már ezzel joggal rendelkeznek, ott pedig őket kérjük meg, vagy kérdezzük meg, hogy ha például meg szeretnénk mutatni a nagyvilágnak, hogy mi hogy dolgozunk, már pedig most indítottunk egy ilyen sorozatot a weboldalunkon, hogy az ő produktumát megoszthatjuk-e. Tehát ilyen jellegű kérdések mindig elhangzanak. Nem érkezett még szülő felől olyan hát, talán megjegyzés, hogy ő nem egyezik bele ebbe vagy abba, úgyhogy lehet, hogy szerencsés helyzetben vagyunk. A gimnazistáknál azt már jobban látjuk, hogy ők nem szeretik az online óránál a kamerájuknak a bekapcsolását. Azt gondolom, hogy ilyen helyzetben hát meg kell, hogy értsük őket, és akkor a hang átvitellel megelégszünk. Tehát az ő személyiségi jogaikat szerintem mindenképp hát előtérbe kell helyeznünk. A tanárok részéről, hát ezt bevallom őszintén, nem kérdeztem meg a többi kollégától. Én jó magam nem gondolnám, hogy nagyon-nagyon védeni kellene, bár békeidőben is előfordult, hogy mindenféle mémeket készítettek a diákok, és ez megjelent valamilyen platformon, akkor sem nagyon tudjuk ezt kivédeni, hát most ebben az időben megint nem, de azt hiszem, hogy most nekünk az a feladatunk, hogy a tanítás-tanulás folyamatát elősegítsük, tehát én azt hiszem, hogy ha valamilyen videó anyagot bocsájtok rendelkezésre, akkor tisztában vagyok vele, hogy az, hogyha kikerül, akkor milyen következményekkel járhat, de én bízom abban, hogy nem kerül ki, és a diákok valóban csak arra használják, amire én szántam, tehát csak a tanulásra. A projekteknél pedig igyekszünk úgy visszakérni a dolgokat, hogy ők ne látszódjanak rajta. Tehát most például informatikából egy oktató videó készítését kérem majd a projekt végén, és direkt olyan feladatot mutattam be nekik, amelynél nem kell saját magukat mutatni, még akár hangot sem kell adniuk, mert mindenféle grafikai módszerrel megoldható az, hogy bemutassunk valamilyen hát tananyagnak az oktatását. Szerintem Magyarországon ez nem jelentkezik élesen, ez a probléma. Néhány embernél, tehát nem is nagyon ismerik maguk a diákok sem ezt a GDPR körüli helyzetet, de valahogy minden iskola megpróbálja ezt lekezelni ilyen előre aláíratott nyilatkozatokkal, ami szerintem nem az igazi. De biztos, hogy nem kérünk, hogy úgy fotózza le magát, hogy mi azt publikálni fogjuk, de szerintem ez végül is megoldható minden, mondjuk egy kísérletet is otthon elvégez úgy, hogy ha nem akarja, akkor ne legyen felismerhető. Nekem olyan érdekes tapasztalatai vannak, ezek más iskolákból származnak, mondjuk látva, hallottam ilyet, hogy telefonon feleltették a diákot, tehát felhívta a tanár is, és akkor telefonon történt a felelés, ez egy kicsit furcsa helyzet, és akkor ugyanígy a webkamera előtti
felelés is. Amikor egy ilyen Skype beszélgetés során történik a felelés, ez egy érdekes szituáció, és nem is nem tudtam vele mit kezdeni, hogy, mert azért a diákok kreativitása az, ha valaki két monitort tud használni, akkor hiába van kamera előtti feleltetés, mert a másik monitor az sokat segít. Ez így van, nekem is kettő van, onnan nézem a kérdéseket, és itt az jutott eszembe, hogy bizonyára van kapcsolatotok szülőkkel is, esetleg lehet, hogy osztályfőnökök is vagytok, hogy ilyenkor hogyan működik az osztályfőnöki óra, hogyan működik a szülőkkel való kommunikáció, vagy a gyerekekkel való, hogy mondjam, nem tantárgyi kommunikáció. Hát én osztályfőnök vagyok, de végzős osztályom van. Nekünk azt gondolom, hogy olyan problémáink is vannak, amelyek most más osztálynak nincsenek. Tehát feltétlenül szükség van arra, hogy megbeszéljünk bizonyos dolgokat. Nem látom annak értelmét, hogy ezt másképp csináljuk, mint ahogy azt osztályfőnöki órán is tettük. Tehát ha kérdéseik vannak, azt fölteszik, és most ugye kemény válaszokat kell adni jogi szempontból is, hogy történik az érettségi, mint történik. Tehát nem is biztos, hogy azon nyomba tudok válaszolni nekik. Olyankor természetesen utána nézek a jogszabályoknak, érdeklődöm, és utána tájékoztatom őket. A kollégákat kérdeztem, ők tartanak olyan online órát, ahol osztályfőnöki órának nevezik a beszélgetést, mert úgy érzik, hogy a diákoknak szükségük van. Tehát nagyon sokan egyedül vannak otthon, vagy hogyha a szülők otthon vannak, akkor ugye ők is távmunkában, tehát nem igazán érnek rá hát a gyerekekkel foglalkozni, és azt mesélték a kollégák, hogy nagyon jó, hogy osztályfőnöki órát is tartanak, mert ezeket a fontos érzelmi dolgokat meg tudják beszélni a diákokkal. Én is úgy gondolom, hogy a szociális kapcsolatok újraépítése az egy, amikor újra megint ezek a közösségek találkozni fognak, ez egy nagyon érdekes szituáció lesz. Én csak így, már nem vagyok osztályfőnök, vagy 2-3 éve, úgyhogy itt ezt a részét, ezt most nem látom. Azt tudom, hogy a végzős osztályokban hasonlóképpen zajlik az egyeztetés, és egyáltalán azt kitalálni, hogy vajon mi várható, és akkor mit fognak tenni, de igen, ezt a mentális oldalát ennek a digitális munkarendnek, ezt nem is tudom, hogy lehetne jól kezelni. Valószínűleg tényleg több diáknak szüksége lenne, akár még egy mentálhigiénés szakemberre is, mert ez a fajta atomizálódás, vagy egyfajta ilyen digitális magány, az szerintem megterhelő lehet már most ez alatt, vagy ezután az egy hónap után is. Sokan mondják azt, hogy ha, ahogy mondtad, visszatérünk a hagyományos iskolába, véget ér, vagy más, vagy normalizálódik ez a járványhelyzet, akkor hát sokan úgy gondolják, hogy már semmi sem lesz ugyanolyan, mint volt, de hát ez könnyű mondani. Az a kérdésem, hogy mit gondoltok, mi az a jó gyakorlat, mi az, amit át lehet vinni ebből a távtanításos periódusból a normál működésbe, és ha lehet-e látni azt, hogy mennyiben lesz más az iskola mondjuk ősztől?
Hát gondolkodtam ezen a kérdésen, mert ugye megosztottad velünk, hogy milyen kérdéseket fogsz feltenni nekünk, és vagy abban maradtam magammal, hogy mindenképp a szemlélet az, amit magunkkal fogunk vinni. Tehát, hogy változnunk kell. Tehát nem mehetünk vissza úgy a mindennapi oktatásba, hogy nem történt semmi, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Egyrészt, mert teljesen megváltoztunk mi magunk, tanárok is. A diákoknak én azt gondolom, hogy az iskolához való viszonya is megváltozott. A beszélgetésekből ítélve az derül ki, hogy ezek a szociális kapcsolatok, ezek nagyon mélyre kerültek ebben az időben, ezeket föl kell hozni. Tehát, hogy hogyan tesszük ezt majd meg, ez jó kérdés, ezen azt hiszem, hogy a nyáron minden pedagógusnak el kell gondolkodnia, mert tulajdonképpen mi vagyunk azok, akiknek meg kell mutatni az utat, hogy ők hogyan találjanak vissza ebbe a mindennapi iskolába járás, hát mindennapjaikba. Én azon gondolkodtam itt az elmúlt napokban, hogy valószínűleg, ha belépünk újra majd a szokásos iskolánkba, akkor azért lehet, hogy az is megfogalmazódik sokakban, hogy a technológia sem mindenható. Tehát azzal, hogy mi itt próbáljuk ezt a digitális világot használni minél jobban, azért látjuk a korlátait is ennek. Azért azokat a hétköznapi emberi kapcsolatokat, azt ez nem helyettesítheti. Akár én egy ilyen mestertanítvány kapcsolatban is gondolok, amikor együtt alkotok, mondjuk egy tehetséggondozásban is, én úgy látom, hogy ez sokat nehezít, ez a távolság. Akármennyire is bensőséges volt előtte mondjuk egy ilyen kapcsolat, akkor is ez nagyon sokat nehezít rajta. Úgyhogy én nem tudom, egy félelmetes időszak lesz, hogy biztos. Egyfajta ilyen kitörő öröm, és akkor utána gondolom biztos mindenki várja, hogy végre valamelyest visszarendeződjön, aztán nem tudom, hogy vissza tudom minden rendeződni. Valószínűleg nem. De a konzekvenciákat is le kell megvennünk azokból a kudarcokból, amiket láttunk, és amiben előtte hittünk, hogy az működni fog, és mégsem. Igen, hát itt mások is írják a chatben, hogy fel kell dolgozni ezeket a tapasztalatokat gyerekekkel, pedagógusokkal, és azt lehet látni, hogy talán átértékelődnek bizonyos készségek, amelyekről sokszor mondtuk, hogy fontosak lennének, azok most hirtelen azonnal szükségessé váltak, tehát azok a elemei mondjuk a digitális kompetenciának, amit eddig sokszor az ember hangoztatott, hogy ez fontos, fontos, fontos. Egy délutánról másik nap reggelére hirtelen mindenkinek leesett a tantusz, hogy ez valóban most fú, de nagyon jól jönne. Itt írta is egy kolléga, hogy sokszor tapasztalja azt, hogy a diák, és Zsolt is említette, hogy a diákok digitális kompetenciája nem olyan fejlett, mint amire gondolna elsőre az ember, hogy hiszen mindenféle eszközöket használnak nagy bátorsággal és sebességgel. Tehát bizonyára nagyon fontos levonni a következtetést, hogy mit lehet majd tenni, és hogyan lehet. De azt gondolom, hogy az ilyen beszélgetések, amikor
megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, főleg olyan kollégákkal, mint amilyenek ti is vagytok, akik már nagyon régóta itt vagytok a szakmában, és nagyon régóta foglalkoztok a digitális kompetencia fejlesztésével sokféle szinten. Ezek a beszélgetések nagyon fontosak, és most sokat segíthetnek másoknak is. Úgy köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltatok, hogy adtatok az időtökből egy kicsit, és adtatok a tapasztalatotokból is másoknak egy kicsit.